Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás június hónapra a tűz elemében születetteknél. Ide tartozik a kos jegye, ide tartozik az oroszlán jegye és a nyilas jegye. Először asztrológiailag mondanék erről valamit, mi várható június hónapban, az indiai asztrológia szerint. Június elején Vénusz bolygó már itt a kos jegyében van, ami kihat ránk hölgyekre, jelenthet egy új kezdetet, aktív tevékenységet. Vénusz bolygó jelenti a szerelmi témákat is. Mivel a kos jegyében, tehát a tűz elemében van, ez jó hatással van az oroszlán jegyére, jó hatással van a nyilas jegyére is. Szerencse a szerelmi élet területén. A kos jegyében van Uránusz bolygó az indiai számítás szerint, és itt lesznek változások. Itt van a kármikus csomó, Ráhó, szintén a kos jegyében jelent kármikus témákat, egy új irányt, egy új kezdetet. Mars bolygó jelenti az életerőt, vagy a lelki társat, Jupiter bolygó szerencsét hoz, vagy jelenthet egy bírósági ügyet is. Neptun bolygó, az pedig utal az álmokra, az elképzelésekre. Mindhárom bolygó a halak jegyében van, ez jó hatással van ránk, kos jegyében születetteknél, mert ott van a szomszédban, tehát segít. És küld egy picit a víz eleméből, ahol érzelmekről van szó, tehát valaki érzelmekkel közeledik hozzánk, és ez lehet ez a Mars hatás, tehát egy férfi, holott a szerelmi életben lesznek most változások, hiszen Vénusz bolygó a kos jegyében van. Tehát ez segít nekünk. Merkur bolygó és a nap szintén a szomszédban van, a Bika jegyében, és mint jó szomszédoknál itt is megvan a segítség, egy jó hír, vagy valami tisztázódik itt. Ami az oroszlán jegyében születetteket illeti, Merkur bolygó most nincs jó hatással. Ez lehet egy rossz hír, vagy az is lehet, hogy vársz egy hírre, vagy egy szerződésre, és ez késelkedik. Tehát várj addig, amíg Merkur bolygó majd áttér az ikrek jegyébe, akkor majd úgy előre fognak menni a dolgok. Ez nem tart sokáig. Neptun bolygó, Mars bolygó és Jupiter bolygó olyan távolságban van az oroszlán jegyétől, hogy itt az a fontos, hogy áttedd magad a bizonytalanságokon, ne várakozz, amíg mások közelednek hozzád, hanem keresd te a kapcsolatot, mutasd ki az életerődet, vagy Mars bolygó jelenthet egy férfit is, tehát közeledj hozzá, és akkor így javul a helyzet, ugyanúgy, mint egy bírósági ügynél, vagy egy olyan helyzetben, ahol áttélted az, hogy valami olyan igazságtalannak tűnt, és ha aktív vagy, vagy rákérdezel ezekre a dolgokra, akkor rendeződnek a dolgok. Ami a nyilas jegyét illeti, Mars bolygó, Jupiter és Neptun bolygó nincs jó hatással a nyilas jegyére, hiszen a nyilas jegyében születettek, fáradtak, kimerültek, voltak igazságtalanságok. Ami Merkur bolygót és a napot illet, itt is az a fontos, hogy ne légy visszahúzódó vagy várakozó, hanem keresd a kapcsolatot másokkal, és akkor így tudsz valamit tisztázni. Június 14-én telihold van, és van egy királyi csillag, ami kihat erre a teliholdra, ami megvilágít számunkra valamit. Ez a királyi csillag nem más, mint Antarész, a szkorpiónak a szíve. Így mondták a régi arab asztronómusok. Antarész lefordítva azt jelenti, hogy Áresnek az ellensége. És Áres az a háborúnak az istene, a harcoknak az istene. Persze lehet egy férfi is, hiszen Áresnél Mars bolygóról van szó. Tehát itt fellép valaki, aki a háború ellen van, és az is lehet, hogy az világít meg valamit, hogy a politikai dolgokat illetően lesznek változások. Június 29-én új hold van, az azt jelenti, légy visszahúzódó, gondolkodj el azon, mit szeretnél tanulni, mi érdekel téged, kivel legyen kommunikáció. Június 3-án Merkur bolygó megáll egy pillanatra, így ezen a napon megállnak az események, utána előre halad, tehát lesz mozgás. Június 5-én Szaturnusz bolygó megáll, utána visszafele halad, ez kihat a sorsunkra, és ezzel a visszafele haladó mozgással a múltról van szó, gyakran kármikus témákról. Június 21-én eléri a napi pontot, és ezen a napon tartok egy nagy szertartás, amin részt vehetsz. Egy ilyen energiai egyensúlyként ez a szertartás, ennek a részvétele 3500 forint. Június 29-én Neptun bolygó megáll, utána visszafele halad. Neptun bolygónál az álmokról, az elképzelésekről van szó, tehát állj meg egy pillanatra, gondolkodj el azon, mit, hogyan szeretnél elérni, és tekints még vissza a múltba. És most megnézzük a kártyák üzenetét. Ez egy általános jóslás június hónapra. Ha szeretnél egy személyes jóslást, megrendelheted ezt a havi jóslást, a díjam ebben az esetben is 3500 forint. Itt látható a hold, az kihat az érzelmekre. A téli hónapokban voltak nehézségek, és ez a könyv jelenti az árkózottságot. De nem csak ezt a visszahúzódást, hanem itt a hold alatt és a téli hónapok alatt megjelenik az ostor. Tehát itt vannak fájdalmas emlékek. De így júniustól ez most elmúlik, hiszen az utak jelentik a változásokat, a döntéseket. Itt az utak mellett a kígyó jelenthet mellékutakat, és itt megjelenik a pénz. A halak szimbolizálják az anyagi dolgokat. Előfordulhat, hogy mellékutakon kapsz pénzt. Légy kicsit zárkózott, hiszen ha nyíltan beszélsz a terveidről, a döntéseidről, akkor lehet, hogy valaki figyelgeti ezeket a dolgokat, kihasznál téged, megbánt téged. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, és fölötted nincs kártya. Az jelenteni a gondolataidat. Ennek két jelentése van. Vagy visszahúzódó vagy, és nem engeded meg azt, hogy mások bepillantsanak a gondolataidba, vagy arról is szó lehet, különösen ami az anyagiakat illeti és a döntéseidet, ne beszélj a terveidről, mert előfordulhat, hogy valaki követ tesz így az utad elé, ahol nehézségek alakulnak ki ezáltal. Inkább légy titokzatos, visszahúzódó, ezt jelenti ez a könyv. Itt anyagiakról van szó, itt a munkáról van szó, vagy egy továbbképzésről van szó. Itt a hold alatt megjelennek a gólyák. A két kártya együtt jelentheti egy kisbabának a születését is, vagy nálad, vagy valakinél a környezetedben. Az is lehet, hogy a munkahelyen valaki terhes lesz, és elbúcsúzik, elhagyja ezt a munkahelyet. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak mindent, tehát az egerek el tudnak bizonyos kártyákat távolítani. Itt az ostornál a múltról van szó, hiszen itt megjelenik a hegy, ami jelenti a téli hónapokat. A téli hónapokban valaki megbántott téged, itt vannak fájdalmas emlékek. De az egerek eltávolítják ezeket a fájdalmas emlékeket, vagy ezt a szemét, aki téged megbántott a múltban. Annak idején minden olyan átláthatatlannak tűnt, erre utal itt ez a kártya, a felhő. Voltak hamisságok a háttérben, ezt jelenti itt ez a ravasz róka. De az egerek eltávolítják a fájdalmas emlékeket, az egerek eltávolítják a felhőt, az egerek eltávolítják ezt a ravasz rókát. De az egerek el tudják a horgonyt is távolítani, ami a munkahelyre utal. Tehát ez lehet egy munkahelyi változás is. De ahogy az események folytatódnak, itt megvan a szerencse, sőt két kártya utal erre. Itt megvannak a barátságok, ez a virág jelentheti a szépséget, vagy egy szép környezetet, jelenthet egy kellemes meglepetést, vagy egy ajándékot. És itt lesz egy jó hír. Lehet, hogy ettől a férfitől, hiszen a kártyák megjelennek itt az ő gondolataiban, ez a terve, hogy beszéljen veled. De ha te valamit tervezel, amennyiben egy hölgy vagy, akkor ne beszélj a terveidről, hiszen ez a sarló elvágja a madarakat, és a madarak szimbolizálják a kommunikációt. Különösen, ami a környezetedet és a családot illeti, erre utal ez a ház. Ne beszélj a terveidről. Különösen, ha munkáról, anyagiakról, továbbképzésről van szó. Ez a férfi itt van a képen. Van köztetek itt egy kapcsolat. Itt ez a hölgy, a szerencse, ez a férfi, és a férfi alatt itt van a koporsó. Ez a koporsó jelenthet örökösödési ügyeket is. Itt valaki megpróbálja őt becsapni, itt van a hamis róka. De ez a koporsó jelentheti azt is, hogy ő lezár valakivel valamit. Vagy, amit a koporsó még jelenthet, régi dolgok, idősebb személy, egy volt kapcsolat, és akkor az azt jelenti, ez a férfi visszatér hozzád. Itt van a remény, hiszen a hajó szimbolizálja a reményeket. De ez a hajó utalhat utazásokra, külföldi kapcsolatokra is, és itt van a mozgás. A hajó jelentheti a belső utakat is, egy lelki kapcsolatot, és akkor kihat a szerelemre, és itt is előre mennek a dolgok. A gyermek jelentheti a gyermekeket, vagy egy új kezdetet. Egy új kezdet a szerelemben, egy új kezdet a háznál, és itt van a kereszt, ami jelenti a döntéseket, amikor elérkezzel az élet utadon, ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. ez kihat erre a házra, az lehet az otthon. Tehát előfordulhat, hogy itt költözködésről van szó, vagy tervekről. Például, hogy legyen egy közös otthon. Ez a férfi szeretne a nyilvánosságon megjelenni, de júniusban még elfordul ettől a témától, vagy nem meri ezt kimutatni, vagy inkább olyan várakozó, nem veszi észre azt, hogy milyen lehetőségei vannak. Amin ő elgondolkozik, az a halak. A halak mellett itt van a kígyó, az lehet egy nő, és előfordulhat az, hogy ez a nő pénzt akar tőle. A nő alatt itt van ez a torony, ez jelenthet hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet, hogy követelőzik. De az egerek eltávolítják ezt a helyzetet, a tornyot, és az egerek eltávolítják ezt a kígyót. Így ő tudja rendezni a dolgokat. És akkor a halak mellett ott van a nap, tehát tisztázni akar valamit, ami az anyagiakat illeti. A halak jelentik a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, és itt a nap jelenti a vonzalmat kettőtök között, hogy ő ezt kimondja, és közli veled, hogy megbecsül téged. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét június hónapban itt látható. A téli hónapokban voltak még nehézségek. Ami júniust illeti, légy zárkózott, tanulj ebből a helyzetből. Aki megsértett téged a múltban, az kihatott az érzelmeidre. Itt az utak jelentik a döntéseket. Itt van előtted egy hölgy, hiszen ez a kígyó szimbolizálhat egy nőt, figyel téged, különösen azt, hogy hol van sikered, vagy milyen az anyagi helyzeted. Ne beszélj erről, ne mondd el azt, amit tervezel. Második hét, június hónapban itt látható. A fájdalmas emlékek lezárulnak, mert az egerek ezt eltávolítják. Itt lesz munkahelyi változás. Javul a helyzet, hiszen a kutya jelenti a barátságokat, vagy ezt a barátságos hangulatot. Itt megvan a szerencse, a beszélgetések, és a virágcsokor jelenthet egy ajánlatot, egy kellemes meglepetést, egy magáncég kialakítását, vagy egy kreatív tevékenységet, és ez a kereszt a hitedet, egy spirituális területet, de a döntéseket is. Harmadik hét, június hónapban itt látható, ő áll a középpontban, gondol rád, beszélni akar veled. Itt a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol ő le tud gyökerezni. A hamisságok véget érnek, hiszen az egerek eltávolítják ezt a kártyát, és akkor itt rendeződnek a dolgok, javul a helyzet. Ez a fa utalhat egészségügyi témákra is, vagy lehet, hogy ez a hivatása, hiszen ez a kártya, ami a munkát, a hivatást illeti, és a könyv, a tudást összefüggésben áll a fával, tehát az egészségügyi területtel, és akkor itt ez a kártya koporsó utalhat arra, hogy ez egy bölcsesség, egy régi tudás, mert ő ezt már a korábbi életében megtanulta. Itt tisztázódik valami, lesznek kapcsolatok, szerződések. Hamarosan meg lesz az élet ereje, hogy meglegyen az elismerés, a nyilvánosság, és valamit szeretnétek változtatni az otthont illetően, és ez lehet egy szép környezet. Utolsó hét, június hónapban itt látható. Megjelenik ugyan még a hamisság, vagy valami, ami átláthatatlan, de ez lezárul. Itt kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek, ami szerencsét hoz, és a gyermek utal egy új kezdetre, itt a remény, itt lesz mozgás, ez a kép lehet sport vagy autó is, de lesznek fejlemények a párkapcsolatot illetően, egy új kezdet, itt van hozzá a remény, és itt megjelenik az otthon, és az lehet egy közös otthon, vagy a környezetetek, ami erőt ad számotokra. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!